áradnak a folyók. Magyarországon jelenleg több mint 500 kilométeren van elsőfokú árvízvédelmi készültség. A jégzajlás ma Tisza-Szent Márton környékén volt a leglátványosabb a megyében. Emberrablás. Ezzel vádolja a megyei főügyészség azt a férfit és több társát, akik a gyanú szerint 2015. januárjában elrabolták és 3 napig fogva tartották üzlettársukat. Kevés a jelnyelvi tolmács. Kommunikációs szintű jelnyelv tudást bárki elsajátíthat akár Nyíregyházán is, de UK és tolmács képzést jelenleg még csak a fővárosban indítanak. Másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a túron. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A túr ugyan már teljes hosszában jégmentes, ám a hétfői áradás indokolttá tette a másodfokú készültség elrendelését. A vízügyi szakemberek a Tiszára is nagy figyelmet fordítanak, ott elsőfokú a készültség. A folyót elérte a szamos jege is. A jégzajlás ma dél körül Tisza-Szent Márton környékén volt a leglátványosabb. Ezek a felvételek Záhonynál készültek, itt a Tisza vízállása napközben több mint 600 cm-es volt. A helyzet napról napra és sokszor percről percre változik a folyón. Itt az elmúlt 24 órában jelentős változás következett be, hiszen itt a tegnapi nap folyamán még egy álló jég volt, egy sík jég volt, viszont a felette lévő tegnapi napon még 18 km hosszúságú torlódott álló jég az éjszaka 3 órakor megcsúszott, és lejött ebbe a szelvénybe. Ennek következtében itt mintegy 2 méteres vízszint emelkedés következett be, és ez az állapotú álló jég alakult ki, egy torlódott álló jéget látunk a Tisza folyón. Ennek az alsó vége Győröcskénél található, és a mostani felső vége pedig a Tisza-Szent Márton vasúti hídnál. A nem mindennapi tiszai látképet a záhonyi általános iskolások is megnézték, tanáruk magyarázta el, hogy milyen különlegességeket vehetnek észre. Ezt, ha megnézzük a kellős közepét a folyónak, akkor láthatjuk, hogy olyan hatalmas fatörzseket láthatunk, amelyeket szimplán csak egy nyári vagy egy tavaszi árdás nem biztos, hogy felfedezünk, azonban itt a jég borotva módjára vágta ki az élővilágnak ezen részét, a fákat. Záhonynál még állt a jég, de pár kilométerrel arrébb Tisza-Szent Mártonnál már látványos jégzajlás volt a dél körüli órákban. A vasúti híd mellett a Tisza és a Szamos jege vonult a Szőke folyón, jég elleni védekezési és árvízvédelmi készültséget is elrendeltek a Tiszán. Jelen pillanatban a teljes tiszai szakaszon, illetve a szamosi szakaszon elsőfokú jégvédelmi készültség van érvényben. Árvízvédelmi készültség van jelenleg a 03-as általunk záhonyi védelmi szakasznak nevezett területen, a Vásárosnomi Zsurki árvízvédelmi szakaszon, és szembe vele a Beregi 07-es védelmi szakaszon, továbbá a Szamoson túron van készültség. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is várható csapadék, esőre és hóra is lehet számítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint a folyók jegének további olvadására, vonulására, a vízállások emelkedésére. Emberrablás büntettével vádolja a megyei főügyészség azt a férfit és több társát, akik a gyanú szerint 2015. januárjában elrabolták és 3 napig fogva tartották üzlettársukat. A sértettől több mint 17 millió forint kifizetését követelték, elégették személyes iratait és bankkártyáit is. A férfit végül a rendőrök szabadították ki. Ezek a vádlottak elfogásáról készített rendőrségi felvételek, amelyeket 2015. februárjában tett közzé a rendőrség. A gyanú szerint az egyik cég ügyvezetőjeként tevékenykedő férfit elszámolási vita miatt rabolták el 2015. január 9-én Vásárosnaményból, majd 3 napig egy fővárosi szállodában meztelenül tartották fogva. A rendőrök egy idegenrendészeti razzia keretében találtak rá az elrabolt férfira és 3 őrzőjére. A rendőrök akkor 8 embert vettek őrizetbe. Ezek pedig már a büntető per keddi bírósági tárgyalásán készített felvételek. Az ügyészség gyanúja szerint az elrabolt férfinak az ügy elsőrendű vádlottjával volt elszámolási vitája, aki több mint 17 millió forintot követelt tőle. Miután ezt nem kapta meg, megkérte a többi vádlottat, hogy segítsenek neki a vállalkozó elrablásában. 2015. január 9-én az egyik vásárosnaményi áruház parkolójába csalták a vállalkozót, akit autóba tuszkoltak, elvették a mobiltelefonját, majd a fővárosi szállodába vitték. Az ügynek összesen 15 vádlottja van, közülük 7-en jelentek meg a keddi tárgyaláson. A bíróság több tanút is meghallgatott, ítéletet később hoz a nyíregyházi törvényszék.
Kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a Jobbik, ugyanis a politikusok körében a jelenlegi önbevallásos rendszer nem tükrözi a valós vagyoni helyzetüket, jelentette ki tájékoztatóján a párt megyei elnöke. Adorján Béla szerint csak akkor lehetne tisztára mosni a politikai közéletet és a korrupciótól távol tartani a politikai élet szereplőit, ha ellenőriznék vagyoni helyzetüket, feltárnák eltitkolt vagyonaikat is. A Jobbik 2018-as választási programjában a kötelező vagyonosodási vizsgálat kérdése kiemelt helyen áll majd, hangsúlyozta a politikus. Az önbevallásos rendszert viszont fel kell számolni, és egy szakhatóságra kell bízni a politikusok vagyonosodásának vizsgálatát. Ez a vizsgálat teljesen független lenne a politikusoktól, mondhatjuk úgy, hogy a politikus szenvedő alanya lenne ennek, de ez az egyetlen olyan módja, hogy a politikát végre tisztává varázsoljuk, és megszűrjük azokat a korrupt politikusokat, akik tönkretették a politika hírnevét, és egyébként az ország gazdasági helyzetét olyan mértékben sodorták veszélybe, amilyenben ma Magyarországon van. Kevés a jelnyelvi tolmács Magyarországon, pedig nagy szükség lenne a munkájukra. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 470 regisztrált tagja van a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének. Kommunikációs szintű jelnyelv tudást bárki elsajátíthat, akár Nyíregyházán is, de OK és tolmács képzést jelenleg még csak a fővárosban indítanak. Jelenleg ketten dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelnyelvi tolmácsként, bár kevésnek tűnik, ez az országos átlag. Régebben ez a szám régiónként volt egy fő. A megyében 470 regisztrált tagja van a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, ebből 70-en siketek. Őket segíti egy Magyarországon 3 évvel ezelőtt elindult jelnyelvi videótolmácsolási rendszer is, az úgynevezett kontaktszolgálat. Ez a telefonos ügyintézésben segíti a hallássérülteket, akik a nap 24 órájában videón keresztül tudnak segítséget kérni jelnyelvi tolmácsoktól. Nyíregyházán egy alapvető kommunikációs szintig sajátítható el a jelnyelv itt a Sinosz központban. Nehézségi szint abból áll gyakorlatilag, ha valakinek jó a vizuális hozzáállása, én így mondanám talán, gondolkozása, ez na könnyű, mert ugye ezek vizuális jelek. Ezek nem olyan, mint egy hangzó nyelv, hogy bedugom a fülembe, hallgatom és közben megtanulom. Ezt ha nem látom, akkor nem tudom elsajátítani. Igazából nem okozott még senkinek, aki beiratkozott, hogy meg szeretné tanulni komolyabb problémát, gyakorolni kell sokat. Jelnyelvi tolmácsképzés jelenleg csak Budapesten van. Ennek feltétele egy alapkommunikációs szintű jelnyelvtudás, amelyet a megyei képzéseken bárki elsajátíthat. Nyíregyházán 3 havonta indítanak kurzusokat 8 főnek, ahol a jelnyelvi szótár képekkel segíti a tanulást, de oktató videókat is használnak. Ezen a felvételen látszik, hogy jelölés közben a tolmács majdnem némen, a megszokott sebességnél lassabban artikulálva ki is ejti a szavakat. A fővárosi 1600 órás képzést 2 év alatt lehet elvégezni, a tanulók pedig OK és bizonyítványt kapnak a sikeres befejezés után. Ez kurzusonként átlagosan 15-20 fő teljesíti. A tolmácsszolgáltatás már 15 éve működik hazánkban, közölte Demeter Szabó Ildikó. Mégis sokszor ütköznek olyan akadályokba, amelyet nem tudnak leküzdeni. Még mindig problémát jelent az, hogyha egy jelnyelvi tolmács kíséri a hallássérültet. Elsődlegesen az egészségügyi intézményeket tudnám itt hangsúlyozottan kiemelni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 15 év sem volt sajnos elegendő arra, hogy az egészségügyi intézmények dolgozói, az orvosok, a szakemberek elfogadják azt, hogy a jelnyelvi tolmácsokat is ugyanúgy titoktartás kötelezi, és hogy a jelnyelvi tolmács semmi másért nincs jelen, mint hogy a hallássérült ember teljes egészében megkaphassa az információkat, ami esetleg a betegségéhez, problémájához tartozik. A toleranciát tekintve az intézményeknél sem lehet általánosítani, tette hozzá Demeter Szabó Ildikó. A színházak például egyre nyitottabbak az akadálymentesített előadásokra. Erre Nyíregyházán is volt már példa. Baleset történt ma délelőtt Kemecse és Kótai között. Egy személyautó egy kanyarban átcsúszott a szemközti sávba, így ütközött a vele szemben szabályosan érkező autóval. A balesetben 2 könnyű sérüléseket szenvedtek, az anyagi kár jelentős. Újabb felsőoktatási intézmény indít képzést Kisvárdán szeptembertől. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
Megszerezte 13. bajnoki győzelmét, és továbbra is vezeti az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese hazai pályán 76-61-re verte a DVTK U23-as csapatát. Két győztes felkészülési meccset tudhat maga mögött a Törökországban edzőtáborozó nyíregyháza Spartakusz. Weber György együttese a román másodosztályban szereplő Sepsio SK ellen 1-0-ra, az orosz élvonalbeli FK Orenburg U21-es csapata ellen pedig 3-1-re győzött. Újabb felsőoktatási intézmény indít képzést Kisvárdán szeptembertől. Az Óbudai és a Debreceni Egyetem kurzusai után a Szent István Egyetem élelmiszermérnöki alapszakja is elérhető lesz a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban. A 7 fél éves képzés levelező szakon állami és költségtérítéses formában is elindul majd. Megtelt a terem továbbtanulás előtt álló középiskolásokkal Kisvárdán. A Szent István Egyetem vezetősége mutatta be az intézmény élelmiszermérnöki alapképzését, amelyet szeptemberben a Város Felsőoktatási Központjában is elindítanak. A Felsőoktatási Intézmény élelmiszertudományi kara már 50 éves múltra tekint vissza. Tanulóinak piacképes diplomát biztosít, közölte az egyetem rektora. Ha a magyar mezőgazdaság helyzetét nézzük, akkor nagyon fontos az élelmiszermérnökök helyzete és a mérnökök tudása. Sok cégvállalat arról panaszkodik, hogy mérnök hiányban szenved, és nincsen kvalifikált munkaereje, és ez is egy nagyon jó gondolat, hogy itt a régióban ezt a hiányt pótolni lehessen. A 7 fél éves alapképzésre 15-25 fő jelentkezését várják Kisvárdán. Az élelmiszermérnöki szakot levelező tagozaton állami és költségtérítéses formában is elindítják majd szeptembertől. Utóbbi esetben a képzés tandíja 190 ezer forint fél évenként. A tavalyi ponthatárok alapján körülbelül 320 pontos bekerülési határral számíthatnak majd a most végzős középiskolások. A polgármester kiemelte, az élelmiszermérnöki pálya azért is jó választás Kisvárdán, mert a városban több olyan gyár is működik, vagy épül a közeljövőben, ahol kamatoztathatják majd tudásokat a diplomások. És az a legfontosabb, hogy egy olyan szakembergárdát tudjunk Kisvárdán kinevelni, és bátran vállalja ezt a városi vezetés, aki majd a mi utódaink lesznek, akik átveszik majd az irányítást, és viszik a fejlődés irányait Kisvárdán. Én ezt kívánom, hogy ebben minél inkább vegyetek részt, maradjatok itt Kisvárdán, és ebben próbálunk ugye lehetőséget teremteni felsőfokú képzésekkel, és emellett pedig munkahelyek teremtésével. Szeptembertől nem csak a Szent István Egyetem indít képzés majd Kisvárdán, hanem a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint a Felsőoktatási Intézmény gazdaságtudományi kara és az Óbudai Egyetem műszaki kara is indít kurzusokat. Kisvárda 2016 óta egy olyan gazdasági fejlődési pályára állt, amely azt mutatja a számunkra, hogy itt egyetemi képzésnek van és kell, hogy helye legyen. Párhuzamos gazdasági fejlődést figyelhetünk meg Kisvárda térségében, gazdasági történetében és iskola történetében. A középiskolás diákok idén február 15-éig jelentkezhetnek a felsőoktatási intézmények képzéseire. Megszerezte 13. bajnoki győzelmét, és továbbra is vezeti az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese hazai pályán 76-61-re verte a DVTK U23-as csapatát. Az NKS szombaton a Kislenke kosársuli otthonában lép pályára. Az élvonalbeli Diósgyőr U23-as csapata több, a felnőtt keretben is számításba vett játékossal érkezett a Szent Imre gimnázium csarnokába. Az első negyedet egy ponttal meg is nyerték a vendégek, a folytatásban aztán helyreállt a világ rendje, a hazaiak 10 ponttal hozták a második 10 percet. A szünet után újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a nyíregyházi kosársuli, amivel el is döntötték a mérkőzést Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A végén így az is belefért, hogy a fiatalok a szokottnál is több lehetőséget kapjanak, a hazaiak magabiztos győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Az elején nagyon nehezen kezdtük a mérkőzést, egy kicsit két félve is áldogáltam ott a kispad mellett, hogy mi lesz itt, de az első negyed végére azért realizálódtak a dolgok, mindenki kicsikét magára talált. Ugye azért az előző héten ez a helpupa sokat kivett belőlünk, tehát azt
bárhonnan is nézzük, tehát azért az nem volt egy egyszerű. Ugye hiába kaptak a hétvégén a lányok pihenőt, ugye hétfőn nem edzettünk pontosan ezért, hogy a hétvégére azért fittek maradhassunk. Úgy látszik, hogy még ez is kevés volt, de egy idő után realizálódtak a dolgok. Oda mentünk keményen, védekeztünk, labdát szereztünk, a helyzeteinket sikerült bedobni. A fél időre ugye megvolt már az az előny, aminek meg kellett tenni. A mérkőzésen a hazaiak egyik kulcsembere, Papp Claudia megsérült, ezért csak 18 percet töltött a pályán. Így a szokottnál is több teher hárult Farkasinszky orsolyára, aki 26 ponttal és 11 lepattanóval zárta a mérkőzést. A center szerint jó csapatmunkával sikerült pótolniuk az irányítót. A fiatalok, itt értem ez alatt a kadettkorúakat, nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, és azt, amit tőlük vártunk, azokat a dolgokat maximálisan meg tudták csinálni. Így a végén már én is leülhettem, és a kispadba szurkolhattam nekik. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 11-3-as mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát és Szegedet. Az NKS a következő fordulóban a 8. helyezett Kislenke kosársuli otthonában lép pályára. Két győztes felkészülési meccset tudhat maga mögött a Törökországban edzőtáborozó Nyíregyháza Spartacus. Weber György együttese a román másodosztályban szereplő Sepsi OSK ellen 1-0-ra, az orosz élvonalbeli FK Orenburg U21-es csapata ellen pedig 3-1-re győzött. A Spari még két mérkőzést játszik belegben. Február 1-e óta ismét Törökországban edzőtáborozik a Nyíregyháza Spartacus. A csapat idén már eltöltött egy hetet Belekben, úgyhogy a szakmai stáb és a játékosok ismerős környezetben kezdték el a bajnokság előtti finom hangolást. A körülményekre nem lehet panasz, a futballisták pedig az edzések mellett 4 felkészülési meccsen javíthatják formájukat. Nagyon nagy pozitívum, hogy az ellenfelek erőssége az pontosan olyan, amit vártunk. Tehát itt a nemzetközi futballból is kapunk tízelítőt, tehát tényleg kemények, gyorsak, agresszívek, minden csapat modern futball játszik már, úgyhogy minden edzőmérkőzés sokkal nagyobb iramú, mint akár otthon egy-egy ilyen jellegű mérkőzés. Nyilván az időjárási körülmények ilyet is, mert hát mondom, mind más-más futballkultúrákkal tudunk összecsapni, és ez egy nagyon-nagyon jó felkészülési folyamat most nekünk a bajnokságra. A Spari már túl van két mérkőzésen, a román másodosztályú Sepsi OSK-t 1-0-ra, az orosz első osztályú FK Orenburg U21-es csapatát pedig 3-1-re verte Weber György együttese. Keresem a legideálisabb kezdőcsapatot, a szerkezetünk megvan, jól haladunk, két mérkőzésünk volt, mind a kettőt megnyertük, ami a legfontosabb, és bármilyen furcsa, hogy itt a támadó játékot fogom én abszolút az előtérbe helyezni, de elsősorban most az a legörömtelibb dolog számomra, hogy a csapat ráérzett arra az azonnali visszatámadásos területszűkítéses játékra, amivel tulajdonképpen a védekezést úgy most stabilizáltuk. Egy gólt kaptunk a két meccsen, ezt is a mi kirúgásunk a óriási hiba után, hogy gyakorlatilag alig-alig jutottak át a térfelünkre az ellenfeleink, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly jó dolog. A Nyíregyháza Spartacus még két edzőmeccset játszik Belekben, az orosz első ligás Anzsi Mahacskala és Energia Vlagyivosztok ellen lépnek pályára Rudolfék. A Spari pénteken utazik haza Törökországból. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Magyarországon jelenleg több mint 500 kilométeren van elsőfokú árvízvédelmi készültség. Ez érinti többek között a Felső-Tiszát, a Szamost, a Krasznát és a Tiszát is. A Szőke folyót elérte a Szamos jege is. A jégzajlás ma dél körül Tisza-Szent Márton környékén volt a leglátványosabb. Emberrablás büntetével vádolja a megyei főügyészség azt a férfit és több társát, akik a gyanú szerint 2015. januárjában elrabolták és 3 napig fogva tartották üzlettársukat. A sértettől több mint 17 millió forint kifizetését követelték, elégették személyes iratait és bankkártyáit is. A férfit végül a rendőrök szabadították ki. Kevés a jelnyelvi tolmács Magyarországon, pedig nagy szükség lenne a munkájukra. Csokszabolcszat már Bereg megyéből 470 regisztrált tagja van a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének. Kommunikációs szintű jelnyelv tudást bárki elsajátíthat, akár Nyíregyházán is, de OK és tolmácsképzést jelenleg még csak a fővárosban indítanak. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 7-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap is borongós időre számíthatunk kisebb havazásra. A csapadékos időt okozó légörvény csak lassan távolodik hazánktól, így egyelőre nedves, hideg léghullámok érkeznek fölénk. Az éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, havas eső, havazás egyaránt valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, hószálingózás, havazás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban lassú javulásra számíthatunk időjárásunkban, eleinte még sok lesz felettünk a felhő, majd egyre több helyen süt ki hosszabb időre a nap. Vasárnap és a jövő hét elején már túlnyomóan napos időnk lesz. A hétvégén itt-ott még előfordulhat hószálingózás, de szombattól már nem várható csapadék. Hidegebbre fordul az idő, éjszaka mindenütt fagyra számíthatunk, napközben viszont a legtöbb helyen fagymentes idő várható.